Micsoda show mellett ebből a Ross Smithből. Az. Még focizott is egy kicsit a bevonuló sávban, hogy neki is bedobták azt a zöld bigyót. Hát én azért azt javasolnám, hogy ne váltson sportágat, maradjon inkább a dartsnál. Már csak azért is, mert a turkárdosoknak kiírt selejtező versenyen nagyon szép teljesítménnyel tudta abszolválni, amit kellett. Aaron Monk ellen 6-2-re győzött 101,95-ös átlaggal, Rusty Jake Rodriguez ellen pedig 6-3-ra 94,59-es átlaggal. Na de, hogy állnak egymás ellen, Laci? Egymás ellen úgy állnak, hogy ez a negyedik mérkőzés, amit játszanak egymás ellen, és idáig csak Ross Smith tudott győzni. Tavaly találkoztak legelőször a Cheddar's Open-en, az első körben, 6-4 arányú Ross Smith győzelem. Utána találkoztak a German Darts Open selejtező tornáján, ahol 6-3 arányú Ross Smith győzelem, egy 107-es átlagot odavert Ross Smith Florian Hempelnek, majd utána a 25. Players Championship fordulón a második körben találkoztak, ahol 6-4 arányú Ross Smith győzelemmel zárult a mérkőzés. És közben történik egy táblacsere, tekintettel arra, hogy Simon Whitlock nyilait megsínlette az eddigi tábla, és úgy ítélték meg a játékosok, hogy nem inkább egy friss táblát felavatnának akkor. És egyébként azért nagyon beszédes ez, hogy ebből is látszik, hogy Simon Whitlock nyilainak milyen konkrét hegye van, hogy jelen pillanatban nyilván kimerem mondani, mivel mindenki látja a feliratát, hogy a Vimau a PDC tábla szponzora, úgyhogy elközben elkezdik éltetni egy picit a közönséget is, biztatják őket, hogy hathangoskodjanak. Tehát a Vimau az egyik olyan táblagyártó, akinek saját szizálkender ültetvénye van Afrikában, tehát ők originál alapanyagból dolgoznak, ezáltal az egyik legjobb minőségű az ő táblájuk. És még ezt a táblát is tönkre tudja tenni Simon Whitlock nyila. Persze, úgyhogy közelről mutatták a nyilát, úgy néz ki a nyilának a hegye, mint egy 80-as smirgli papír. Konkrétan ez a helyzet, úgyhogy táblát cseréltek, szépen beállították, és akkor most már folytatódhatnak a gyakorló nyilak. És ha jól láttam a kezdést, akkor Ross Smith fogja majd indítani a mérkőzést, ami tehát a negyedik egymás elleni összecsapásuk lesz. Természetesen Hempel német játékosként meg fogja kapni a biztatást a hazai közönségtől. A kérdés majd az lesz, hogy Ross Smith kap-e fügykoncertet, amikor mondjuk ő lesz kiszálló közelében. Eddig azért elmondható volt, hogy nem volt kirívó probléma a közönséget illetően, nem voltak sportszerűtlen megnyilvánulások, és azért én nagyon bízom benne, hogy ez a későbbiekben is így marad. És így van, készfogás megtörtént, Ross Smith pedig akkor felavatja immáron éles nyillal ezt a táblát. Egy 83-as kör. Már csak ez a mérkőzés hiányzik ahhoz, hogy kialakuljon a holnap délutáni teljes program. Ennek a mérkőzésnek a győztese Joe Cullennel fog összecsapni. Jól kivártuk. Közben én azt nézegettem, hogy Florian Hempelnek ez a 9. European Tour eseménye, és ebből idáig 4-szer tovább tudott jutni az első körből. Tehát, hogy mondom, az eddig 8-ból 50%-os teljesítménye van, ha így nézzük. Van egy olyan érzésem, hogy ez a mérkőzés végeztével 44%-ra le fog csökkenni. Én is így érzem. Azért legyünk reálisak, ebben a párosításban nem Hempel az esélyes. Mert Ross Smith mégiscsak magasabb a jegyzett játékos. És mégis csak egy regnáló Európa-bajnokról beszélünk, ugye? Megvan megint a tripla. Kettő is, már csak a 18-as kerekítő kell, gyönyörű. Ő is van szép, maradt a 40. Hempelnek 303-nál 19 az útja. Kell kettő tripla, nem lesz egy sem.
És akkor 40-re Rosmith, 6 nyíl. Az akkor mondjuk egy elég érdekes megközelítés egyet. Volt, dupla 16, benne az már van. A helyén van. 15 nyilas játékkal tartja Smith a kezdését, és akkor nézzük, hogy az egykori kézilabda kapus hogyan reagál erre. 100 pont. Két német már ott van a legjobb 32 között. Dragutin horvát a délután folyamán legyőzte Scott Witzet, azért mondhatjuk még mindig, hogy óriási meglepetésre. Martin Schindler pedig 12. kiemeltként, és hát szegény malacot még mindig üldözik. Kevés volt a brátúst. De nem is értem, tehát húsvétkor nem a malacokat, hanem a nyuszikat szokták inkább kergetni. A malackergetés az inkább ilyen újévi szokás. Igen, igen. Hát nem tudom, melyik időszámít ezt szerint nézik. Lehet, hogy van ott valami speciális müncheni időzóna néhány hónap csúszással, de ez legyen az ő problémájuk. Fia, elég sok a bevándorló Németországban, bármelyik vallásnál lehet most új év. Ez mondjuk igaz. Nem, ennyire nem vagyok gyakorlott a különböző megközelítések tekintetében. Éppen elég követnem a Gergely naptárat. Viszont itt most Smith eléggé csúnyán beragadt ebben a legben. 6 nyíl is kevés volt ahhoz, hogy 400 pont alá érkezzen. Az jó, nem kell rámenni. Tripla 19 a végére. Marad a 62. Itt lent kell kezdeni 19-esen is, lehet felváltani tripla 20-ra. Kellett volna a kettő a 170-es kiszállóhoz. 57 csak a dobás. Itt valószínűleg rövid időn belül egy-egy lesz az állás. Kell még egy 15-ös, dupla 16 a végére. Nagy tragédia nincsen, hiszen Rosmith még fent van az egekben. Most érkezik lefelé. Nagyon jó! 180! Csak úgy jelzésképpen oda helyezett. Igen, a mihez tartás véget, hogy ez vár Florian Hemperre, de nem ijed meg tőle. Megoldja egy 16 nyilas leggel saját kezdését, 1-1 tehát az állás. Rosmith ráhangolta magát ezzel a 180-nal a saját legére. 100-assal folytatja. Florian Hempernek ez az első German Darts Grand Prix szereplése. Rosmith 2019-ben játszott már itt, és akkor a nyolcad döntőben fejezte be. 140 közben. Ugye Hemper esetében azért az fontos látni, hogy neki ez a második szezonja turkárt birtokosként, és hát előtte ugye nem nagyon sikerült neki selejtezőről, Host Nation Qualifierről bejutni a tornákra. Három kör alatt lent van Smith kiszállón. Jelenleg a 16. az élő ranglistán az angol. 64. Hempel. Nálam 51. Én a világranglistát nézem. Én a protúranglistát. A protúranglistát nézted, én a világranglistát. 95-tel 66-ra. Ugye pont a turkárd miatt néztem a Pro Tour ranglistát. ...91-es kerekítés 170-re, biztonság kedvéért, ha esetleg Smith nem oldaná meg a 66-ot, dupla 20. Nem jó, nem oldja meg, úgyhogy rá lehet menni erre a Big Fish-re. Ilyen ma még úgysem volt. 164 már volt, nem 170 lesz. Nem lesz egyelőre. 76 marad. Smudger, dupla 10. Na még egyet. Be tudja-e masszatolni azt a nyilat? Be tudja bizony. 17 nyilas játékkal. Egyelőre olyan nagy hűha nincsen ebben a mérkőzésben, három leg lement, és mindenki hozta a saját kezdését.
Smithnek egy picit magasabb az átlag, a 91-34, Hempel meg ezzel 180! Szintén megérkezik 91-re, sőt, egy picivel most már az ő átlaga a magasabb egészen eddig, amíg nem dob rossz Smith. 140. Szép az a nyíl, amivel dob rossz Smith. Na. 59 a folytatás. Ott viszont jön a tripla megint. Mi az, hogy jön? 180! Váltani kell 18-ra. Úgy nagyon van. Jó. És ott kell maradni. 92. Nem fog elváltani, inkább kiáll, és ő teszi jól. 100 ponttal 81 marad, nagyon szép. Ott a nyomás a 170-en. Megvan az első tripla. Második is, Bull! Oh! Rádobhatott volna. Inkább marad, kerekített egyet. Marad a 38 pont, Smithnek 81-re, 15. Megvan nagyon a tripla, jó, dupla 18. Csodálatos játék! 11 nyilas leg. És Smithnek az átlaga most már 99,93-ra jött fel, Hempelnek 91,91. Nyilván ez a 11 nyilas játék nagyon megtolta, és hát ugye Hempelnek is ott volt az esély, hogy 12 nyilas legyen, de hát nem jött a Bull a 170-es kiszállónál. Igen, rossz Smith szempontjából elérkeztünk a mérkőzés feléhez. És egyébként azt hozzá kell tenni így négy leg után, hogy továbbra sincsen probléma a közönség hozzáállásával. Egyetlen egy szituáció sem volt, amikor belefüttyöttek volna Smithnek a kiszállójába. És azért ez egy jó dolog, hogy nem a közönség akarja eldönteni, hanem meghagyják a játékosoknak a jogot, hogy eldöntsék, hogy melyikük a jobb az adott napon. Egyelőre úgy néz ki, hogy Smith a jobb játékos. Papíron eddig is őt tartottuk inkább jobb játékosnak, de most azért a játékával is megmutatja azt, hogy bizony nem véletlenül van ő ott a világranglistán a 16. helyen. 180! Egy bogey numbert hagyott magának, Smith nem lehet kiszállni 166-ról, de nagy tragédia nincsen, hiszen Hempel még 200 felett. 60-as. A mérkőzés előtt négyszeres szorzót adtak Florian Hempel győzelmére. Az nagyjából szerintem reális is. Igen. 49-es kör, marad a 184. Tripla 18. Megvan! Dupla 16! Éppen csak belül! Nice. 90-es kör. És akkor dupla 8-ra még 3 nyíl van. Ezt most már azért meg kell oldani a Smithnek. Meg is oldja! Game. 100 pont. Azt követően, hogy az első nyílnak ennyire nem volt meg a magassága, azt hittem, hogy le fog váltani Hempel. Smithnél ilyen jellegű probléma nem nagyon van. Rendre elkapja az első nyíllal a tripla 20-at, és nagyon szépen tudja utána küldeni a másodikat, harmadikat. Ennek köszönhetően ez már az ötödik 140-es dobása volt, kettő darab 180 mellett. Nem véletlen, hogy az első 9 nyílas átlaga is 109 környékén van. Nagyon összeszedett játékot mutat az angol egyelőre. Most pont egy lejtett nyíl, váltás helyett inkább kiállt. Oh,
180-nal kiszálló tudott volna lenni Florian Hempel. De nem jönnek a triplák. Csak egy alul, 97, ez édes kevés. Első pályán semmi előnye nincsen Florian Hempelnek. Sőt. Úgy aztán meg pláne nem. 140-en, 121-en van már 9 nyíl után Ross Smith. Kellene legalább egy 140 Hempelnek is. De a tripla minimum. De nem a tripla egy, így viszont 6 nyila van Smithnek, nincsen dobáskényszerben. Nem is fog rámenni szerintem a búrra. Igen, és akkor egy 18-assal le lehet kerekíteni. Nem, rámegy! Azért, nem. Csak azért is, csak hogy megmutassa. Azért is, meg hogy nekem ellent mondjon. Persze. Abszolút nem volt dobáskényszerben Smith, és azért bebizonyítja, hogy ha kell, akkor ő tud egy 12 nyilast is előhozni a kalapból. Rámondták a fülére. Te figyelj, ez a Barta azt mondta, hogy nyuszi vagy McFly. És természetesen utána egy 45-tel bekezd. Csak a mihez tartás persze, véget. Persze. És dacára az eredménynek természetesen a német publikum folyamatosan Florian Hempel nevét skandálja. Jó szurkoló módjára. Így van, de egyébként összességében pillanatai vannak csak Hempelnek ezen a mérkőzésen. Néha egy-egy szép dobás, ugye az az egyleg, amit behúzott egy 16 nyilassal. 140, az 45 után. De elég jelentős a különbség. Ross Smith igazi Európa bajnokhoz méltó produktummal jelentkezik ezen az első mérkőzésen. Per pillanat 101,71 a kör átlaga. Száz pont. Hatvan pont csak. 2-16-ra, elég három szimpla, és már kiszállón is van Ross Smith. De azért, hogy csak dobja a triplát, egyet, 85, 131 a maradék. A szektorhiba nem hiányzott szerintem neki. Főleg, hogyha Hempelnek jön egy nagyobb kör, már pedig nagyon úgy jó. Néz ki, jön. 140. No, az előbb megvolt a 121, most a 131, itt viszont dobáskényszer van, hiszen az ellenfél kiszállón várakozik. Meg kellene oldani a 6-1-es győzelemért. Tripla 17? Igen, arra azt mert szerette volna. Így már csak a kerekítés marad, egy 14-essel 40-re. Úgy van. Van. És akkor nézzük, hogy Hempel ki tudja használni ezt a kínálkozó lehetőséget. Tripla 18? Nem tudja kihasználni. Itt lehet a vége ennek a találkozónak. Nem tud rápörögni a mérkőzésre Florian Hempel. Stílszerűen a végén egy 16 nyilassal elsőre megoldja a duplát Ross Smith, 101,03-as átlag, láthatjuk is kiírva, mindez 60%-os kiszállózás párosult, míg Hempelnél 87,8-as átlaghoz 33%-os kiszállózás párosult, ami összesen 3 nyila volt Hempelnek. Papírforma ez a során. Nagyon papírforma, nagyon egyoldalú. De Hempelen is sokkal többet tud. Igen, de legalább nem nullázás ennek a meccsnek a vége, úgyhogy Ross Smith ott van a legjobb 32 között, és holnap ő fog játszani délután Joe Cullennel. Hát azért az egy komoly meccsre ígérkezik, legalábbis a nevek alapján. Mi most tartunk egy rövid szünetet, fél időnél tartunk, hamarosan folytatjuk Robert Owen és Liam Mendel Lawrence mérkőzésével.